Nagyon jó kérdés. Borzasztó jót kérdezett. Pont beletaláltál a lényegbe. Nagyon jó a kérdés, soha nem tették még föl nekem. Tévét indítani mindig nagy és egyben nemes feladat. Több mint 40 településen, két kábelszolgáltató digitális hálózatán és az interneten online nézhető módon kezdte meg az adását július 1-én a 60 online televízió. A Digi és a UPC rendszerén keresztül többek között 60-ban, Gyöngyösön, az Agyva völgyében és Dél-Nógrádban is elérhető adás küldetése, a települések fontos és friss híreinek gyűjtése. Fontos, hogy tudjuk elmondani, hogy miben fejlődtünk, mennyi mellettünk többek. Mi is képet kapunk a választókerület életéről, dolgairól, és minket is megismernek, a 60-iakat. Frissíti a térséget, hogyha van egy olyan televízió, aki újszerű. Jó betekintenünk egymás életébe. Hiteles tájékoztatás legyen, és napra minél jobban napra kész. Hatvan online tévé, a mi tévénk. Hatvan online tévé, a mi tévénk. Hónapok óta zajlott a 60-ban kiépített stúdió technikai megvalósítása. A látvány elemek, az arculat kialakítását is profi szakemberek végezték. Jó néhány hónapja felmerült ennek a televíziónak a kivitelezése, megalkotása. Az elmúlt körülbelül fél évben a technikai kiépítés, a kivitelező csapat megtalálása volt az elsődleges feladat, és az elmúlt hetek arról szóltak éppen, hogy a technikai megvalósítás az befejeződjön, a rendszer szintű kiépítés most fejeződött be gyakorlatilag. Jelen pillanatban egyébként a tesztadás megy ki. A szerkesztőség úgynevezett integrált szerkesztőség, amely tapasztalt munkatársakat és eddig nem ismert arcokat is foglalkoztat. Itt 60-ban a Radnóti téren készül mostantól egy helyen a 60 online televízió, a 60online.hu internetes hírportál, a Megyehatár és a Tüske magazin is. A kulcs a felkészültség és a sokoldalúság, hiszen több műfajban is fel kell dolgozni ugyanazokat az információkat. Igyekszünk megvalósítani egyfajta integrált szerkesztőséget a 60online.hu brand köré építve, hogy ide fog tartozni majd a Megyehatár, a Tüske, a 60online.hu, illetve a 60 online televíziónak a szerkesztősége, ami tulajdonképpen egy szerves, közös szerkesztőség. A mi munkatársaink úgy tűnik, hogy alkalmasak lesznek arra, hogyha kell, akkor rádiós formában, vagy pedig online formában, illetve nyomtatott formában, televíziós formában is feldolgozzák ugyanazokat a híreket. Természetesen más szempontok alapján, más frissesség vagy szerkesztési elvek alapján, de mondjuk, hogy multifunkciósak lesznek. A kezdő csapatban helyet kapott országos hírű fotós, rádiós szakember, több lapban is rendszeresen publikáló újságíró is. Én úgy gondolom, hogy itt most a 60 online-nál, illetve ennél az új televíziós vállalkozásnál mindenképpen szem előtt kell tartani azt, hogy széleskörűen, nyitottan, őszintén tájékoztassuk a térségben élő embereket, és azért is fontos az, hogy csatlakozzak ehhez a csapathoz, vagy az hozott ide, mert úgy érzem, hogy ebben a közegben és ebben a térségben ezt kiválóan meg lehet valósítani. Annyi minden történik nálunk, amire büszkék vagyunk. Nagyon régóta vártunk már egy térségi televízióra. Hadd legyünk végre mi is benne a tévében. Ez a tévé nekünk is rólunk fog szólni. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a 60 online tévé. Már nagyon régen vártuk, hogy tudjunk valamit róla, megismerhessük. Be szeretnénk mutatni, hogy jó itt élni, jó itt a közösség. Olyan sok minden történik az utóbbi időben a városban. 60 online TV, a mi televízió.
a mi televíziónk. A mi televíziónk. 60 online TV, a mi televíziónk. A térség önkormányzati vezetői hiteles tájékoztatást és sokszínűséget várnak az új csatornától. Minél többet tudunk megmutatni, nem csak képekben, hanem adott esetben egy televíziós műsor vagy televíziós táp segítségével, az az egész körzetnek, illetve külön kiskörének is nagyon fontos, hiszen évek óta azon dolgozunk, hogy felépítve, mint egy brandet újra a kiskör nevet. Frissíti a térséget, hogyha van egy olyan televízió, aki újszerű dolgokat közöl, vagy újszerűen közölhet információkat. A térségben élő közéleti szereplők is bizakodva tekintenek a 60 online televízió megjelenésére. Először is én nagyon örülök, hogy egy új tévécsatorna lesz, hiszen a fiataloknak is és az idősebbnek is szüksége van a felfrissülésre, új arcokra nyilván, és hát, hogy mit látnék szívesen, mivel tánciskolám van, én nagyon-nagyon szerettem, hiába van rengeteg zenei csatorna, a friss zenéket egy műsorba, akár egy friss láger is, tehát hiába van sokat is nyilván fel lehet újítani, de szívesen látnék egy olyan blokkot is, amin mondjuk a 90-es, a 2000-es évek legjobb zenéi vannak, rengeteg kerti partésból lesz, és a háttérben nagyon-nagyon jól szólna szerintem ez is, de a videoklipeket is nyilván mindenki nagyon szívesen nézni, akár az én korosztályomról van szó, akár bárkire a fiatalokról. Nagyon tetszik. Rendkívül barátságos maga a környezet, a felépítése, a stáb nagyon szimpatikus, és ahogy hallottam, nyitott mindenféle témára, ami örömteli, hiszen szükség van arra, hogy a lehető legkülönbözőbb dolgok kapjanak publicitást, kapjanak nyilvánosságot, és beszélgettünk többen arról a stáb tagjai közül, illetve a többi vendéggel, hogy ebben a tévében mekkora potenciál rejlik, és bízom abban, hogy ez majd szépen lassan kibontakozik és terjed. A 60 online televízió tehát ezennel útjára indult, és igyekszik felkészülten, frissen és pontosan hírekhez juttatni nézőit az egyre bővülő adáskörzetben, színvonalasan, közérthetően bemutatva a helyi eseményeket, felvonultatva a közélet ismert arcait, sztárjait, döntéshozóit, kulcsszereplőit. A cél, hogy nézőink is minél előbb azonosulhassanak jelmondatunkkal, 60 online televízió, a mi tévénk.